Zack, let the treasure hunt begin. A crowded place, and yet it is very quiet there. Have you figured it out, Zack? Must be the graveyard. There's lots of people there, but none of them can speak. You see? So let's get going to the graveyard. Sziasztok, sziasztok, ismét ezt jól megaszontam, na, Deadly Premonition van. Majdnem nem sikerült rendesen kimondanom. Na, a helyzet az egyébként, hogy közben én még egy mellékküldetéssel is tartozom saját magamnak. Ha minden igaz, akkor az idióta az még mindig itt kell, hogy üljön mellettem, bár nem biztos. És szerintem nem. Na, kapunk keresztül. Hát ezt buktam, na mindegy. De legalább megpróbáltam azért, tegyük hozzá, hogy azért a szép dolog volt részemről, hogy legalább megpróbáltam. Na mindegy. Lényeg az, hogy itt hagytam abba egyébként, hogy Harry az előadta nekem itt a nagy rejtélyest, és még mindig nem tudom, hogy mire emlékeztet egyébként a fickó, vagy kire emlékeztet engem a fickó. Na mindegy, a lényeg, hogy... Opa, leszálltam egy kicsit az útról. Lényeg, hogy mondta, hogy ezeket a vörös magokat, amiket ugye találtam, vagy York talált, mindegy, egyes szám első személy találtam itt az áldozatokban. Ezek egy bizonyos helyen találhatóak meg a városban, nevezetesen pedig ugye egy nagyon tömött helyen, ahol mégis mindig csend van, ez pedig ugye kizárásos alapon, vagy egy könyvtár, amit erősen kétleg, de valószínűleg, hogy a temető, úgyhogy megyek temetőnézőbe, mert mégis mi a fene lenne vonzóbb egy temetőnél egy horror játékban. Tehát így miért nem tudnak horror játékok babaházakban játszódni, vagy mit tudom én. Menjél már az úton, ószakadj meg, na végre. Mondtam már, hogy iszonyatosan nehéz irányítani? Ó. Hogyha jól olvasom egyébként, itt közben a beszélgetést, basszusna. Ha jól olvasom közben a beszélgetést, akkor meg éppen Ramon's Notákról van szó. De egyébként erről beszéltem, hogy annyira iszonyatos mennyiségű popkulturális utalás van a játékban. Tehát jó van, akkor megyek a szembeforgalomba, még ott is kevésbé amortizálják le az autót. Na de tényleg, tehát folyamatosan legel filmek, sorozatok, zenék, ki vagy? Gyuri fiú. Mi a péket csinálod, a Gyuri fiú? Na. Kőből ki az Isten csinál kőből készült bokrokat bárhová? Na mindegy. Na beszélgessünk csak, Gyuri. Nagyon úgy tűnik egyébként, hogy... Jól van, oké, nagyon úgy tűnik egyébként, hogy a mellékküldetéseket azokat így lehet leginkább megcsinálni, hogy találkozok random módon itt a különféle... Hú, de rohadt idegesítő, bocsánat. Megigazítottam ismételten ezt a hülyeséget, na tehát, hogy... Oké, így találkozom az emberekkel. Jó. Jó, semmi különös. Van is bent valami egyébként? Vagy nem tudom, a benzinkúton amúgy mit lehet csinálni, azon kívül, hogy tankolok. Na. Ja, hogy te vagy az idióta. Ó, és ezért levonsz pénzt, halljál meg. Lehet itt vásárolni valamit ebben a hülyeségbe? Ó, itt van a táskám is. Megnézem már, hogy mi van a táskámba. Mhm. Szerintem nem sok mind. Ó, itt van a shotgun. Ez fontos. Mhm. Tele vagyok, jó. Mennyi van hozzá? Egy darabban, és mennyi lőszer? Ez nem az. Azt szakadjál már meg, na. 28-140, hát az nem sok. Kés, golfütő. Jó van, mindegy, egyenlőre hagyom békén a shotgun-t.
Jól van, na mindegy. Na, veled is lehet beszélgetni? Oké. Okay. Jó van, úgy látom, hogy ilyenkor csak csasognak. Jó. Oké. Hagyd már abba. Basszus, annyit dumál. És nem lehet másképp tovább nyomni igazából, csak így, hogyha végig pörgetem. Nagyon remélem, hogy nem fogok véletlenül rányomni megint, hogy beszélgessek vele, mert nem akarok. Jó. Húzzunk a vérbe. Na, kifelé innen. Be az autóba, tovább küldetést csinálni. Ó, zöld paradicsomot is lehet zúzni, tök jó. Gondolom egyébként, hogy a boltban lehet bevásárolni az ilyen kajákat, de egyenlőre tele vagyok mindenféle étekkel. Nem ebbe az autóba szálltam be, vagy ez Gyurinak az autója? Az Gyuri autója, oké. Okay. És akkor én hova tettem az enyémet? Nem tudok beszállni. Hát basszus kulcs. Ja, ott van oldalt. Jól van akkor. Hú, na ezt is megúsztam, azt hittem már, hogy nem fogom. Azt hittem, hogy valahol elhagytam az autót. Na, akkor viszont irány tova. Tipli burnyák. Na, húzzunk bele. Ott tartottam egyébként, hogy, ne, hogy ugye megyek küldetést csinálni temetőbe, mert hová máshova. Minden valamire való horror játékba kell egy temetős jelenet. Még a Resident Evil harmadik részébe, ugye a Nemezisbe is tettek temetős jelenetet, pedig aztán az égvilágon semmi értelme nem. Ó, idióták! Ezek nélkülem is egymásnak mentek volna, hogyha úgy csinálják, ahogy kinézett. Na mindegy, tehát még a Resident Evil 3-ban is tettek temetős jelenetet, pedig ugye ott elvileg az lett volna a lényeg, hogy a vírus az a frissen elhalálozottakat ébreszti föl, és nem a temető szökevényeket. Na mindegy, ez van. De most már tudjátok, ijesztgetés, egyenlő, temető, mindenhol. Most azon gondolkodom egyébként, hogy milyen újabb horrorfilm van, ahol volt temető. Ja, arra felé kell bemennem, jól van. Egy az utóbbi időben egyébként ez a tipikus temetős klisét, ezt úgy elhagyták, mint a húzat. Na. Megérkeztem. Na, mi van itt? Let's continue our chat later. Just as Harry said, it's crowded and quiet. Hey, Brian. Agent. Mr. Agent, how are you? Not bad. I'm, just playing a little game with Harry. Game? A game? Is that fun? We've only just started, Brian. The fun is about to begin. I'd like to ask you something, actually. Is there a tree in the graveyard that drops red seeds? Seeds? Red seeds? That tree does. And that one. Na, kedves sírásom, mindenesünk, az azért érti a dolgát. Na, be is tudok menni esetleg, vagy... Jaj, szia! Headshot. Jó.
gyerünk már! Csad! Jó, valamit adott egyébként. Na. Úgy látom, hogy most már fényes nappal is egyébként jönnek simán. Ó, itt az utánpótlás. Gyerünk már, hújjál el. Na, mit kaptam? Ó, de jó. Jól van, na. Szép nagy piros passzúj az ugye elállja az utat. Ó, és itt is van a következő. Headshot. Jóval, akkor kihullott. Nem tudom egyébként, hogy ezek mennyire termelődnek újra. Halljál már meg! De hogy ennél puska is volt. Jó van ám. Jó van ám. Jó van, úgy látom egyébként, hogy újra termelődnek. Úgyhogy én inkább futok is itt kell. Nem tudok keresztül futni, basszus. Jól van. Futás, futás, futás. Ú, de sokan vagytok. A francba is csak rám lőtt. Nem áll, nem áll, nem áll, nem áll, nem áll, gyorsan bal... Az Isten verje meg! Ajaj! Ezeknek csak is headshot. A francba le sokan vagytok. Na jó, van ide valami egyéb kell, ide valami egyéb kell. Méghozzá roppantul gyorsan. De roppant lassú. Összetörtem, dobd el a francba! Engedj el, te munkás! Isten verte, patkány, ezt nem hiszem el, hogy ezek miatt kell megállnom, ezek miatt kell szenvednem, de tényleg... Na gyere csak! Na megint, engedj el, te utolsó mocskos rohadék! Utás van. A francba. Nehogy már ezek most kinyírjanak, mert hülyét kapok. Utás. Jól van, akkor csoszogjál már arrébb. Na jó, van egy kicsike tempót, azért próbálok magamra erőltetni. Na, van is valami élettöltőm, vagy buktam az egészet? Jó, van, ennyi volt. Jól van akkor, na és itt mi az Isten van? Ja, hogy itt tolnom kell, jól van.
Na, végre akartam javasolni, hogy hagyd már a batolást. Mission accomplished. Let's get back to Harry's. The reward better be good. Jó, megvannak a vörös magok, királyság. They were right here under my nose. It's as if I was carefully carrying a bottle of water while walking in a pool. We're learning the countryside version of common sense the hard way, Zach. Na és most? Ki tudok nyitni vajon itt egy ajtót, vagy nem tudok kinyitni itt egy ajtót? Elvileg itt volt valami, na az ott micsoda. Jól van. Ó, itt van valami, ez... Ez egy csont. A human bone? This doesn't look related to the case, but shouldn't I let someone know? Jól van, na akkor én viszont most így némi gyerünkpisztolyt, ez az. Na, a helyzet az, hogy én most némi életölti reményében szétlövöldözöm az összes létező dobozt, amit csak találok. Gyerünk már! Nem nyert hangszórót, jól van. Az meg ott mi? Hát ezzel sem vagyok sokkal bejebb, na mindegy. Szobor, szobor, szobor. Fák. Na akkor viszont iránya visszafelé. Gyerünk már, hát most nem tudok keresztül menni. Nem hiszem el. Na most ilyenkor mi van? Ó, így be ezek keresztül tudtam jönni, tök jó. Nem tudom, hogy ilyenkor is itt vannak-e a szmörék, vagy sem. Fogalmam sincs, nagyon remélem, hogy nem, ugyanis roppantul le vagyok zabálva, az meg. Jó, nem tudom eltenni. Oké, és örülök neki, hogy arra 2000 méter, de hol hagytam vajon az autót? Ez remek kérdés, mi? Ja, hogy valahol itt fönt, királyság. Az meg ott mi? Ó, paradicsom, királyság. Kaja, az mindig jól jön. Nem akarok beszélgetni itt a hullagyalázó, de akarom mondani sírásóval. Hú, de roppant ijesztő a fickó. Komolyan mondom, mintha egy Tim Burton filmnek a statisztái közül lépett volna ki. Ó, ez meg újra termelődött? Vagy mi van? Ó, hát ez újra termelődött, tök jó. Ennyi idő alatt? Nem, ennyi idő alatt, hát meghűlök. Teljesen tök jó. Jó. Jó van, na így kell farmolni még az Európán gyorsan. Oké, és... Vajon ezeknek a szétlövésével az égvilágon ére kell bármit? Á, nem hiszem, eddig se értem el, na mindegy. Autó, 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 hol van az autóm? Valahol lent, ha minden igaz. De asszisztány sírkő. De miért van csak úgy ott? Na mindegy. Jó felé jövök egyáltalán, azt sem tudom. Elvileg igen. Ja, jól van. Rendőrautót ide nekem. Például őt, ez egy igencsak szimpatikus rendőrautó, azt kell mondjam. Na fordulj el. Gyorsan megtaláltam egyébként itt mindent az égvilágon, de feltételezem, hogy úgy tervezték, hogy gyorsan megtaláljak mindent. Na most akkor merre gondolom, hogy balra?
Majdnem neki mentem itt a falnak. Kezdek belerázódni egyébként a vezetésben, nem tudom, hogy mennyire tűnt föl nektek. De a helyzet az, hogy szépen lassan kezdek belejönni, hogy hogyan kell vezetni ezt a csotrogányt. Nem tudom, hogy valami extra dolog jár-e azért, hogy mondjuk tényleg időben indexelek, hogy hasonló, de hogyha igen, akkor én ezt nagyon buktam. Ha én most a sínek mentén kezdek el közlekedni, akkor mi történik? Úgy látom legalábbis, hogy légvonalban, mint hogy egy kicsit gyorsabb lenne a történet. Gondolom, hogy előbb-utóbb csak kiukadok valahová. Nem tudom, hogy van-e valami értelme így ezen közlekedni, vagy pedig majd jól elakadok valahol félúton. Nem látom tisztán, de az ugye ott nem egy vonat. Na? Azért az a nem semmi, azt azért tegyük hozzá. Na igen, ezt hívják nyitott világú játéknak, itt aztán tényleg mindenhol lehet közlekedni. Csak elfogynék már, hogyha vonat lennék. Indítanak vonatokat ilyen közel egymáshoz? Ez azért úgy érdekelne. Jó. Mégis hol a fenébe tudok én kijutni innen? Jó, látom ott egy leágazót, akkor irány vissza. Na, ezért nem tudom, hogy miért kaptam ezt, de kaptam, úgyhogy ennek roppantul tudok örülni. De nagyon úgy néz ki egyébként, hogy hegyet kell másznom, azt pedig nem a hegyen keresztül fogom tudni megtenni, ki gondolná. Jól van, benzinnel még jól állok. Húzzál bele, tehát sose közlekedjetek szirénázó rendőrautóval a sineken. Ó, na ezt a leágazót láttam. Na, most már tényleg rövidítek. Méghozzá nem is kicsit, mint a mellékelt ábra mutatja. Jól van, igen, tehát itt kezdődnek azok a dolgok, amikor tényleg így kezdem kiismerni magamat a játékmechanikában. Hányan szedtétek elő egyébként a játékot, mióta ezt tolom? Komolyan érdekel, tehát egy páran azért írtátok, hogy játszottátok. Basszus, megfogtam a láthatatlan falat. Tehát páran azért írtátok, hogy előszedtétek, és játszottatok vele mondjuk a PS vagy a PC változattal. Na, közben beszélgetek itt, mint ahogy említettem már egy párszor. Nem baj, hogyha beszélgetek, legalább addig is telik az idő, hogyha valaki arra figyelne, inkább az én zamatos, ilyen kellemes, mély bariton hangom helyett. Már nem tudom. De őszintén megmondom, sosem voltam jó ezekben a besorolásokban, hogy most akkor basszus tenor vagy bariton, tehát basszushoz szerintem én kevés vagyok még. Vagy sok, vagy ahogy vesszük. Tehát a szétszentség, hogy mély hangom van relatíve, de az biztos, hogy nem annyira az átlag mély hangom. Úgyhogy én a basszus hangtól még egy kicsikét messze vagyok, de igyekszem fejlődni. Amatőr énekes vagyok egyébként már nagyon régóta, ami azt jelenti, hogy amikor évente egy-két alkalommal énekelnem kell, akkor roppantul amatőr módon csinálom. Viszont karaokizni meg szoktam járni. Tegye fel a kezét, aki szintén. Ezt nem láttam. Na. Igen, tehát az ilyen Stevie Wonder-es, hogy nem látom a kezeket. Ó, nézd egy út. Hoppá. Jó van, akkor Yorkot kicsit túllőttem a célon, na mindegy. Ó, nézd már meg, csak nem visszatértem itt Harryhez. Tök jó. Mr. Francis York Morgan, finally you have arrived. You are welcome to come inside. Jó van, York egy kicsikét oda volt. Na, menjünk beszélni Harryvel, de gyorsan.
Mr. Francis York Morgan, please proceed to Mr. Stewart's room. There he awaits you, I shall assume. Na, akkor most pedig mehetek a fickónak a szobája. Tudok beszélgetni egyáltalán ezzel az ipsével, vagy nem? Yes. Na most már csak azt kéne kitalálnom, hogy itt mi van. Oké, és erre nem tudok tovább menni, gondolom. Nem, hát jól van. Akkor most gondolom, hogy ugyanaz van, mint az esernyős megoldásnál, csak most nem esernyők vannak. Jó, tehát most nem esernyők vannak, hanem úgy nézem, hogy kották, mert ilyen kotta állványokat kell összekapkodnom. És ez is zárva, na, akkor már errefele. Ott meg. Ó, simán keresztül jött. Ó, sziasztok. Na, itt meg valami feladvány van. Aha, az bizony. Gondolom legalábbis, hogy most ezeket oda kell tologatni. Túl sok Resident Evil-t játszottam én már ahhoz, hogy ne ez legyen az első, ami eszembe jut. De milyenek egy nyöszörög? Ennyi? Jó, csak ezek mentén tudom tolni. Jó, akkor most láttam csak meg igazából ezt az utcot. Most akkor mi van? Most akkor nem tudom tovább tolni, vagy mi történt? És nem tudom tovább tolni, ha jól látom. Hát akkor nem tudom, hogy ez mégis mire jó így. Mm-hmm. 20, 30, 40, nem tudom, hogy mire jók ezek. Ha csak, menjünk csak vissza egy picit. Biztos vagyok benne, hogy találok valami megoldást egyébként erre is. Ó, egy szoba. Jaj, azt hittem, hogy már megint ilyen egyszerű lesz, hogy majd itt jól találok magamnak valamit. Nem, úgy látom, hogy ez most így közel sem annyira egyszerű. Na mindegy. És ez is zárva van, hát ezt nem hiszem el. Hogy voltak azok a kotta füzetek vajon? Biztos vagyok benne, hogy abban lesz a megoldás kulcsa. Ott is van, nézzük csak. 14, 23, 26. Jó, sejtem, hogy mi lesz itt. Rossz helyen vagyok. Rossz helyen vagyok. Nem egy túl bonyolult történet, azt azért tegyük hozzá. Tehát most már van egy olyan sejtésem, hogy 14, 23, 26. Van egy olyan sejtésem, hogy már meg is van fejtve a feladvány. És ide sem tudok bemenni, hát meghűlök. Fordulj. Úgyni. 14, 23, 26. Nézzük a számozást.
50-es, ami azt jelenti, hogy az első 14, ha minden igaz, akkor... Aha. Jól van, akkor az egyiket azt akkor eltolom oda. Na, tehát akkor őt fogom kinevezni 14-esnek. Jó. Most már 13. Gyerünk. Menj a helyedre. Na, igazán volt, jó van, akkor 14-es meg volt, akkor 23-as kell, meg a 26-os kell. Azt mondja, hogy ő van jelenleg itt a... Jó, a 6-os hely az tuti. És akkor elvileg most a 26-oshoz fogom tolni. Az utolsó pedig a 23-as, és akkor ez is meg van fejtődve. Vagy jó fele vagy? 10-es, 20-as, ja, akkor még egyet gondolom. Aha, jaj, még egyet, jó van, bocsánat. Na, akkor a 26-os is megvan, akkor még a 23-as kell, ha minden igaz. Azt pedig... Mondtam, hogy a szobrokat kell tologatni, tehát azért... Túlzásban nem estek a fiúk, azt azért hozzá kell tennem. Tehát amikor ki kell találni itt mindenféle fejtörőket, szerintem lehet, hogy éppen a mácsó szobában rágózgattak, vagy éppen pornólapokat nézegettek, mert hogy nem azzal törődtek, hogy nehezek legyenek az hétszentség. Jó, lehet, hogy nem is ez volt az elsődleges célja, meg lehet, hogy nekem nagy a pofám igazából, és ha nem easy-ben tolnám, akkor mondjuk ezek is nehezebbek lennének. A Silent Hill 2-ben például ez szerintem egy nagyon-nagyon jó megoldás volt, hogy nem csak a játékmenet lehetett nehezebb, hanem választhattuk azt az opciót is, hogy a feladványok legyenek nehezebbek. Ami szerintem tök jó. Nekem nagyon bejött egyébként ez a módszer. Tehát, hogyha akartátok, akkor annyira agyzsibasztóan durva feladványokat lehetett kapni és megoldani, hogy az valami félelmetes. Na, ez is megvan. Na, hol volt az ajtó? Ó, ott van. Na, nézzük csak meg akkor. Most meg milyen folyosón vagyok? Azon kívül, hogy szép nagy és kör. Ó, itt van valami, király. Nem, azt hittem, hogy be tudok újítani valami öltönyt Yorknak. Vagy legalább egy fűzős szoknyát, vagy valamit. Na. Valami azt sugja, hogy én totálisan rossz irányba. Nem. És nem. 40 yard. 35 yard. Ajjaj. Na most mi van? Ja, jól van. Harry, turns out what you said was true. And I'd like to hear more. Hoppácska, mi van? As you know, there's a powerful mystery surrounding these seeds. You've seen them in those other murders that took place elsewhere. And you've seen them deeply involved.
involved with the murders in this town as well. That's right. But how do you know all this? York, you must be younger than you look. Youngsters tend to hurry so much that they let things slip right past them. What you need to do is slow this down a bit. That way you'll see what's really important. Let me tell you a story. 50 years ago, when the war was over, just about when the communist threat started to become a rising threat, our town constructed a huge clock tower. Then, soon afterwards, a serial killer wearing a red raincoat went on a killing spree. The legend of the raincoat killer? Stop playing games with me, Harry. That's nothing more than folklore. The FBI has no such record of a multiple homicide case in this town. York, Anna, Becky, and now Diane. Their deaths are real, not folklore, not legend. The raincoat killer is also real. Under a strict gag order, the mass murder case was never made public. In fact, one could say that it was completely erased from history. Tell me, who do you think would be able to do something like that? The military. Very good. But if there are no records about it, then how do you know it really happened? Good question, York. Why would I know this? The answer is very simple. I was there. I saw it with my own eyes. The brutal killer himself. But we can talk about the details of that encounter another time. What we need to talk about is your raincoat killer. The new raincoat killer, if you will. The new raincoat killer. Yes, let's call him that. After all, he's not the real one. What you want to know more about is the new one. Between 10 and 20 years ago, I noticed that these red seeds were special, and someone else did too. The human imagination can lead to tragedy sometimes. Someone linked the red seeds to the serial killer legend, said, seeds, and then kill someone, you will become immortal. This new fabricated legend was passed on from one to the next, evolving, changing every time, like a rumor. Some may have actually taken the seeds to try them out, to prove the legend, that is. York! Seeds you have found from those other murders. They all came from this town together with that one evil woman. People on the other side of the planet may have heard of it by now. So you're saying that the series of cases I've been following are all linked to this town? That's interesting. But there's no evidence to support that story. None of the criminals we caught for the other murders ever mentioned anything like that. It's your job, your role and duty to look into that. Now, the game must go on. You know I said that the
to bring those documents here to me. Once you've done that, I'll tell you everything I know. Okay, it's worth a look. And we may as well let the old man have his fun. Na, köszönöm szépen, hogy velem voltatok itt ismételten ennél a fejezetnél, hogy végig hallgattuk Harrynek a történetét a valódi gyilkosról, az 50 évvel ezelőtti gyilkosról, és azért szépen lassan most már azért kezd kibontakozni a történet, amit nem csodálok egyébként, mert mint a mellékelt ábra is mutatja, 11 órámba tellett ideig eljutni, úgyhogy remélem, hogy most már azért tényleg kicsikét fölgyorsulnak az események. Én köszönöm szépen, hogy ismét velem voltatok, a következő alkalomig pedig legyetek jók, sziasztok!